Fazekas Mihály Gimnázium rendhagyó szalagtűző ünnepéjén tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. Köszöntöm az iskola vezetését, a megjelent tanárainkat és természetesen a főszereplőket, a 12. éjosztályt. Elsőként kérem hallgassuk meg Aranyi Imre intézményvezető úr ünnepi beszédét. Kedves 12. osztály, kedves osztályfőnök, Szőke László osztályfőnök úr! Köszöntelek benneteket a Fazekas Mihály Gimnázium tantestületének nevében ezen a egyedi, egyetlen, megismételhetetlen szalagtűző ünnepségen. Az iskola vezetése úgy tanév elején, augusztusban mindig megtervezi a tanév legfontosabb eseményeit, kijelöli az ünnepségek időpontját, a felelősöket. Így voltunk a szalagavatóval is, hogy 2020. októberében majd a Hódos Imre sportcsarnokban rendezzük meg ezt a ünnepséget. A kialakult világjárvány azonban nagyon áthúzta, jelentősen átírta a forgatókönyvet. Nem azon vitatkozunk most, hogy hány érdeklődő jöhet be a ünnepségre, hanem azon, hogy egyáltalán milyen formában adjuk át a szalagot. A járvány kimenetele nagyon bizonytalan, ezért megértvén vagy meghallgatván a végzősök kérését, a ti kérdéseteket, úgy döntöttünk, hogy ha szerényebb körülmények között is, de mindenképpen megkapjátok a szalagot, amelyet viselhettek, ami jelzi, hogy utolsó éveteket töltitek a Fazekas Mihály Gimnáziumban. Kedves diákok! Ti lettetek gimnáziumunk legidősebb diákjai. Ti vagytok azok, akikre a kicsik felnéznek, nektek kell példaképpé válnotok. Napjainkban nagyon felértékelődött az egymás iránti bizalom, a körültekintés, a féltő gondoskodás szerepe. 1873-ban történt alapításunk óta a kölcsönös bizalom, a szoros összetartozás, a tisztességes munka jellemezte gimnáziumunk diákjait. Mi az elsődleges feladatunk, hogy fölkészítsünk benneteket az érettségi vizsgára, a felsőoktatási intézményekben való továbbtanulásra. Az itt folyó tehetséggondozó munka eredménye az, például, hogy az elmúlt tanévben 39 tanulónk jutott be az országos középiskolai tanulmányi verseny döntőjébe, ugye ez a legeredményesebb, vagy legnevesebb verseny, és ott kiemelkedően szerepelt. Sőt, két tanulónk a kémia, illetve informatika tantárgyakból bekerült a Nemzetközi Diákolimpiai csapatba, ahol Magyarországot képviselték, és szerzett kiemelkedő dicsőséget magának, gimnáziumunknak, Debrecennek, sőt egész Magyarországnak. Ezekkel az eredményekkel a térség legeredményesebben szereplő iskolájává váltunk. Sőt, a most megjelent HVG rangsorban talán olvastátok, hogy az országos rangsorban gimnáziumunk a 13. helyen áll a különböző mérőszámok alapján. A vidéki gimnáziumok között pedig a 3. helyet foglalja el. Ebben az eredményben nem kis része van a ti kiemelkedő teljesítményeteknek. És a szülők erre borzasztóan büszkék. És úgy gondolták, hogy ezt az alkalmat ragadják meg, és általam egy ilyen, mondjuk azt, hogy emléktárgyat szeretnék, hogyha átadnék az osztályfőnöknek, amely egy ilyen biztató jelkép lenne, amellyel az elkövetkezendő napokban, hónapokban, ha ránéznétek, akkor nagy büszkeségtel töltene el benneteket, és mindenképpen azt sugalná, hogy a korábbi évekhez hasonló eredményeket érjetek el. Én ezt a kis emblémát átadnám az osztályfőnök úrnak. Tehát ez az osztály szülői munkaközösségének az ajándéka.
Ezzel is szurkolnak nektek, hogy további szép eredményeket érjetek el. Szóval, kedves diákok, itt a ősi falak között hamarosan egy szalagot kaptok. Ez a szalag jelzi, hogy utolsó tanéveteket töltitek a Fazekas Mihály Gimnáziumban, Debrecen legrégebbi állami önkormányzati fenntartású iskolájában. Gimnáziumunk diákjai hagyományosan egy kék-sárga színű szalagot kapnak. Ez a jelkép utal a városra, a reáliskolára, az egymást követő nemzedékek összetartozására, a hagyományokra. A szalag egyben figyelmeztetés is, viselőjének jelzi, hogy itt hamarosan komoly döntéseket kell hozni, hiszen el kell dönteni, hogyan tovább, milyen irányba kívánjátok folytatni tanulmányaitokat. Itt a középiskolában megtanultátok, hogy tartós eredményeket csak nagyon kemény munkával lehet elérni. És a tudás megszerzése nem könnyű feladat, de ha egyszer megszereztétek, ezt senki nem fogja elvenni tőletek. Gondoljatok az elődeitek iskola zászlóra hímzett jelmondatára, mely így hangzik, hogy a műveltség, erő és hatalom. Mi a tudás ajtaját nyitjuk meg számotokra. Belépnetek ezen az ajtón nektek kell, és ezt elég szépen megtettétek eddig. Ne ijedjetek meg a kihívásoktól, az esetleges kudarcoktól, mert nincs olyan sikerhez vezető út, amely ne lenne meg annyi tanulságos kudarccal szegélyezve. Most, ebben a különleges pillanatban azért ne feledkezzünk meg a szülőkről, nagyszülőkről, akik segítettek benneteket abban, hogy ide eljussatok. Köszönjük ezúttal is nekik azt a szerető gondoskodást, azt a sok-sok munkát, amely nélkül ti most nem állhatnátok itt. Kedves diákok, legyetek büszkék arra, hogy a debreceni Fazekas Mihály Gimnázium tanulói vagytok. Viseljétek úgy ezt a szalagot az iskolában, az iskolán kívül, hogy az ország egyik legjobb, legeredményesebb iskolájának diákjához illik. Az előttetek tornyosuló nehézségektől ne ijedjetek meg, bízzatok a jövőben, bízzatok magatokban, hiszen olyan tudást, olyan tartást kaptatok az itt eltöltött évek alatt, mely birtokában sikerrel tudjátok venni az előttök tornyosuló feladatokat, a rátok váló nehézségeket. Én ehhez kívánok nektek erőt, kitartást a gimnáziumunk valamennyi dolgozója, tanulója nevében. Sok sikert nektek, köszönöm szépen! Az esőt felszárítani, úgy sem tudod. A szelet megfordítani, úgy sem tudod. Ujjaid közül akar, úgy száll, mint szürke bal, és a vannak a jó barátok, hogy a rég elveszett álmot, visszahozzák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyon. Az álmot meg nem álmodni, sem tudod. Az érzést elhallgattatni, úgy sem tudod. Ujjaid közül a kor, úgy száll, mint szürke bor, és a perc oldja el. Vannak a jó barátok, hogy a rég elveszett álmot,
vissza. Hozzád néked majd egy szép napom. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyom. Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmot visszahozzák néked majd egy szép napom. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyom. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyom. Dajkema Zsófia, Erdei Vanda és Juhász Gergely 10. B osztályos diákok előadásában az Azért vannak a jó barátok című Máté Péter dalt hallottuk. Most az osztály videója következik, mellyel az iskolánkban töltött éveknek állítanak emléket. Kérjük fogadják, fogadjátok szeretettel. Panna.
Kessel Réka. Lugosi Csenge Viktória. Olá Antónia. Orosz Viktória. Szabó Alexandra. Serbán Flóra. Szabó Viola. Zolta Illiana. Molnár Kristóf. Kaprinyák Aletta. Nagy Gréta. Marjai László. Sós Zsuzsanna Jászmin. Bangó Rebeka. Már Zsolt. Bangó Fanni. Stefán Orsolya. Urai Sebestyén Máté. Tóth Tímea Márta. Szilágyi Balázs. Gratulálunk a végzős diákoknak és osztályfőnöknek. Kívánunk nekik sikeres felkészülést a közelgő érettségi vizsgájukra, és mindenekelőtt jó egészséget, sok erőt és optimizmust az iskola egész közösségének az előttünk álló időszakra. Ezzel szalagtűzünk véget ért. Mi elköszönünk, viszontlátásra! Thank you.